Üdvözlök mindenkit, Péter Szidónia népi iparművész vagyok, és a mai napon egy gyöngyszövött karkötőt fogunk készíteni. Ezt a gyöngyszövött karkötőt fekete és bordó kásagyöngyökből készítjük el, a kásagyöngyökön kívül pedig gyöngyfűző cérnát, illetve hímző cérnát használunk. A karkötő elkészítéséhez az első lépés, hogy egy gyöngyszövő keretet, vagy jelen esetben egy gyöngyszövő keretet használunk, de mivel azt gondolom, hogy nem mindenkinek van egy ilyen gyöngyszövő keret az otthonában, ezért átalakítottam a dolgot, és úgy gondolom, hogy egy cipős doboz tetején is el tudjuk ezt készíteni. Magát a műveletet a következőképpen kezdjük. Hímző cérnára van szükségünk, és ezt a hímző cérnát rátekerjük magára a doboz tetejére. Ahhoz, hogy el tudjuk indítani ezt a műveletet, rá kell csomóznunk. Szorosan, hát érzéssel, azért éppenséggel nem annyira, mint egy húra, hogy peng, de érdemes minél szorosabban tenni ezeket a szálakat. Egyessével fogjuk ezeket a szálakat rátekerni. 17 és 18. Az utolsó szálat is, miután föltettem és beigazítottam a helyére, elkészültek a láncfonalak, átfordítom a dobozt a túloldalra, és megpróbálom ugyanúgy, ahogy az első szálat, ugyanúgy ezt is ráerősíteni. Meghúzom, hogy jó szoros legyen, és egy újabb biztonsági csomóval az utolsó szálhoz rögzítem. Ezzel elkészült a felvetésen. Beigazítom a szálakat, de tulajdonképpen ahogy elkezdjük a munkát a gyöngyökkel, akkor már a gyöngyök megadják azt a bizonyos távolságot, ami szükséges a karkötő elkészítéséhez. Tehát itt fog elkészülni a karkötő. Középről fogjuk indítani, egy gyöngyfűző cérnát fogok gyöngyfűző tűbe befűzni. Ha nincs otthon gyöngyfűző tű, akkor lehetséges az is, hogy egy vékonyabb hímző vagy háztartási tűvel próbálkozni. Gyöngyfűző tűből többféle létezik, akinek nehézséget okoz a befűzése, annak javaslom, hogy vásároljon szétnyitható gyöngyfűző tűt. Teljes hosszában szét lehet nyitni ezt a gyöngyfűző tűt, amelyet bármely rövidáru vagy gyöngyfűzőboltban meg lehet kapni. Ami fontos, hogy a gyöngyfűző cérnából, amit használunk magához a szövéshez, legalább egy 4 méteres darabot mérjünk le. Az, aki még bizonytalan, hogy mennyi a 4 méter, annak mindenféleképpen javaslom, hogy lemérje. Itt ez az asztal körülbelül 1 méter 10 centi, tehát 4-szer rámérem az asztalnak a hosszát. 1, 2, 3 és 4. Itt elvágjuk a cérnát, és 2-be hajtjuk. Fontos, hogy megtaláljuk a szálnak a közepét, illetve hogy a két végét, egyiket letesszük, csak az egyik oldalával fogunk most már dolgozni. Ezt befűzzük a tűbe. Jó. A tűbefűzésnél nagyon fontos, hogy ne a cérnát próbáljuk a tűbe fűzni, hanem inkább a tűt fűzzük rá a cérnára. Mivel a gyöngyfűző tűnek nagyon-nagyon pici a lyukja, így könnyebb a tűt rátolni magára a cérnára. Tehát, hogy így egyszerűbb, hogyha a tűt rátoljuk a cérnára. Körülbelül a 2 méteres szakasznak a feléig húzzuk a tűt, kiöntünk a gyöngyökből piros, illetve fekete, telt színű kásagyöngyöt használunk ehhez a darabhoz. A gyöngyökön kívül szükségünk lesz még a mintára. Ez a minta lesz a pontos kottája annak, hogy hogyan tudunk haladni.
itt az első sor. Aki úgy érzi, hogy könnyebben tudja magát a mintát olvasni, annak sorvezetőt érdemes használni. A sorvezetőt pedig a következőképpen tudjuk működtetni. Ahogy egy sorral elhaladtunk, arrébb toljuk egyel följebb, és amikor már a minta végén vagyunk, akkor pedig újra elkezdjük, középről indítjuk a mintát, tehát magának a fűzési szálaknak, tehát a fölfűzött vetülékbe, ide középre tesszük az első sort. Tehát ennek a mintának a szélességét leszámoljuk a rajzról. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gyöngyszemünk van. Ez azt jelenti, hogy a felvető szálak száma 15 plusz 1, tehát 16, és mivel a két szélén dupla szálat fogunk vezetni, ezért kettővel több, tehát 18 szálat vetettünk föl. Most pedig elkezdjük a gyöngyök fölfűzését. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fekete, 1 piros és 7 fekete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és újabb fekete, 6 darab, 7 darab, bocsánat, 4, 5, 6, 7. Így néznek ki a gyöngyök fölszedve. Ez lesz az első sorunk. Magát a cérnát és a gyöngyöket tűvel együtt átvezetjük a szálak alatt, és befűzzük az első szálat, az első sort. A következőképpen, tehát a két szélén marad a két szál, oda befűzünk egy gyöngyöt, a következő gyöngyszemet, utána újabb vetülékszál, újabb gyöngyszem, vetülékszál, és átvezetjük a tűt a szálak fölött újra a gyöngy belsejébe, és így alakul ki az első sorunk. Következő szálakat is beigazítjuk, minden gyöngy után egy szálat teszünk. Ide két szál beállt, végig vezetjük, kihúzzuk a cérnát, és az utolsó szálakat is. Ami fontos, hogyha kiértünk a sor végére, így néz ki az első sorunk, kiértünk a sor végére, beigazítottunk minden egyes gyöngyöt, tehát egy gyöngy, egy szál, középen a piros gyöngyel, és a két szélén két cérna van, két hímzőszál. Ilyenkor a két gyöngyfűző cérnát összecsomózzuk. Egy, illetve kettő, egy ilyen biztonsági csomót teszünk rá, ezt a csomót pedig szorosan ráhúzzuk. Tulajdonképpen a gyöngyök mérete és a felvető szálak most álltak be a karkötő valóságos szélességére. Még egy biztonsági csomót a szélén ráteszek. Egy, kettő, egy ilyen dupla csomóval lezárjuk. Ezen túl a baloldali cérnát ugye nem használjuk, és ezzel a jobboldali cérnával szépen a minta szerint, ahogy a mintában következik, a következő sort leolvassuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fekete gyöngyszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 piros. 1, 2, 3 piros. És újabb 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát így néz ki a második sorunk. Ennyi gyöngyöt vettünk fel a tűre, tehát ez is összesen 15 szem. Aláfűzöm, átvezetem a cérnát, a gyöngyöket beillesztem az előző sor szerint, pontosan, hogy egymás után szépen következzenek. Nagyon szépen beálltak a gyöngyök, az ujjamat alátettem, föltolom, és igyekszem beigazítani, hogy a vetülékszálak mindenféleképpen most átvezetem a tűt, a tű alatt legyenek, tehát a gyöngy belsejében a szál alatt vannak. Átfűzöm a tűt, megtolom, és kihúzom. Kialakult a második sor. Szorosan ráhúzom, és utólag, ha szükséges, megigazítom a gyöngyöket, hogy szépen egyenesen álljanak.
Következik a harmadik sor. A harmadik sor ugyanaz, mint a második, tehát 6 fekete. A Gyergyó Kienfalvi keresztszemes minták című kötetből van ez a minta, amit most itt készítünk. Ez egy kefetartóról, tehát egy fali tárolóról levett minta, de ez egy mintából kiemelt minta részlet, inkább csak azt mondanám, és ezt a két virágot egymással szembe fordítottam. Az eredeti állapotában ugye a kefetartón középen van a virág, és két páva van körülötte. Ez egy búzavirág színű fonallal hímzett darab volt eredetileg, és azt alakítottam át egy picit, és fekete alapon piros virágok láthatóak, vagy keletkeznek a kezünk között. Így, a következő sorban már egy picit bonyolultabb a dolgunk, tehát fölvesszük a 3 feketét, 2 fehéret. 1, 2, 3. 2 pirosat, bocsánat. 1 feketét, 3 pirosat, és a továbbiakban pedig újabb 1 fekete, 2 piros, és 3 feketével lezárjuk a sort. Átfűzzük a szálakat, most már kezd kialakulni a mintának a bonyolultabb része, de semmivel sem nehezebb technikailag, csak figyelni kell, hogy a gyöngyszemeket az adott sorrendben pontosan szedjük föl. Egy határozott mozdulattal áttoljuk a tűt, beigazítottuk a gyöngyöket, még egyszer. És ráigazítjuk. 6. sor következik, 2 fekete gyöngyszem, 4 piros, 1, 2, 3, 4, 1 fekete, 1 piros, 1 fekete, 4 piros, és 2 fekete. Hát, ha gyöngyöt vásárolunk, mindenféleképpen üveggyöngyöt vegyünk, tehát semmiféleképpen ne használjunk műanyag gyöngyöket. Csak üveggyöngyökből érdemes dolgozni. Ezek időtállóak, nem törnek el, vagy csak nehezen. De most már lehet kapni japán gyöngyöket is. Nagyon jó minőségű japán gyöngyöt lehet kapni, de azt szoktuk mondani a gyöngyfűzőknek, hogy területünkhöz, tehát Magyarországhoz legközelebb eső gyöngyöt válasszák, tehát Európában egyetlen gyöngyel Csehországban létezik, mivel nincs magyar gyöngyártás, így akkor azt ajánljuk, hogy mindenki azt használja, ami viszonylag kevés szállítással idejut. Egy piros, egy fekete. Alábújtatom. Szépen alakul most a tulipán. Itt vagyunk a 8. sornál. 1, 2, 3, 4 fekete, 2, 3, 4, 2 piros, 1 fekete, 1 piros, 1 fekete, 2 piros, és 4 fekete a lezáráshoz. Ellenőrzöm a tűn, megvannak a gyöngyök. Rábújtatom. Azokon a vidékeken, ahol erőteljes az ékszerhasználat,
ott megvan a színeknek a jelentése, illetve életkor szerinti csoportosítása is, tehát más színű gyöngyöket viselnek a kislányok, illetve a fiatal eladósorban lévő lányok, a fiatal asszonyok, illetve már az éltesebb korú hölgyek. Tehát mondjuk egy sárközi ékszer viseletet, hogyha nézünk, akkor gyakorlatilag a legkisebb lányok nagyon színes üveggyöngyökből készült néhány soros gyöngygallért viseltek a nyakukban. A picit idősebbek azok már szélesebb gyöngygallért, és hogyha eladó sorba került lányokról van szó, ami akár 12-13 éves kortól értendő, akkor ők már egyre szélesebbet, egyre dúsabbat. A leggazdagabban díszítettet talán ők viselték, ők kellett, hogy a legszebbek legyenek. Ugye általában az ékszerviselet az szorosan ünnepi alkalmakhoz kötött, tehát például a templomi összejövetelekre öltöztették fel őket. Ilyenkor mindenféleképpen a lányoknak meg kellett mutatni a család vagyoni állapotát is. Ezek az ékszerek és az ékszerek gazdagsága jelölhette, hogy egy adott fiúnak milyen lányt illik majd feleségül venni, hogy hányadán áll a családi vagyon. Az asszonyok, már akik férhez mentek, első gyerekük születéséig még viselhettek némely ékszereket, utána pedig változott a színe az ékszereknek, egyre sötétebb színű ékszereket, egyre kevesebbet hordhattak, és az évekkel folyamatosan fakultak. Kalotaszegen azt mondják, hogy hagyult színeket érdemes használni már idősebb korban. Ez ilyen tompább, tehát már pirosat semmiféleképpen nem, esetleg bordót, de már a bordó is az élet vége fele szépen kikopik, helyette sötét lila, zöld, sötét kék, és az élete végén pedig már a fekete és a feketéhez közeli sötét árnyalatok. Itt már elkezd a mintába kiszélesedni a tulipánnak a szírma, tehát kifele tartanak a piros gyöngyszemek. És gyakorlatilag ezzel a sorral már elindítjuk a karkötőnek az ék alakú záródását. Tehát itt ebben a sorban már egyel kevesebb fekete gyöngyöt kellett volna vennem, úgyhogy vissza is bontom gyorsan, és ezzel kialakul a végső záródás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, egy fekete, egy piros, és 6 fekete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahhoz, hogy az ék alakú záródást kialakítsuk, akkor középre igazítjuk ezt a hiányos sorunkat. Tehát ebben a sorban 2 gyöngyszemmel kevesebbet vettünk, tehát azt jelenti, hogy a két szélén kimarad egy-egy üres hely. De a maradék szálakat, felvető szálakat egy picit közelebb húzom egymáshoz, és igyekszem összehúzni. Ezáltal alakul ki ez a szép ék alakú forma a végére. Ugyanazzal a módszerrel átvezetem a gyöngyökön a tűt, és szorosan ráhúzom, talán most még szorosabban, mint eddig bármikor is tettem, hogy már látható módon kialakuljon ez a várt forma, ez az ék alak. Következő sorba pedig fölveszek 4 darab feketét, egy pirosat, 2, 3, 4 fekete, egy piros, egy fekete, egy piros, és 4 fekete. Alábújtatom. És újra középre állítom a szemeket, és megpróbálom a szélét behúzni. Tehát látszik itt ezzel a mozdulattal, hogy már szépen kialakul ez az ék alak. Újra visszafűzök, és rászorítom a jobb oldalát is. Még közelebb viszem a cérnákat. Lehet egy picit húzni rajta, és akkor könnyebben hozzáférünk, ha így előre haladtunk a munkánkkal. Jó,
következik a 4 fekete, 1 piros. 4 fekete. Szintén alulról átvezetem a szálakat. Beillesztem középre. Újból kimarad a szélén egy-egy gyöngyszem. Meghúzom. Szépen látható, hogy a háztető, az éghalak formá kialakul. Átvezetem a gyöngyszemeken. Hogy ilyenkor még egy picit ráerősítsek, át szoktam vezetni még egyszer a cérnát. Itt a szélső szálak alatt átbújtatom, és most a bal kezünkkel próbáljuk meg átvezetni. Ezzel is erősítjük, hogy a formát szorosan összehúzva tudjuk tartani. Így. Következik 3 fekete, 1 piros, 3 fekete. Újból van egy nagyobb gyöngyszem, félretesszük, és ezeket is alulról. Most pedig erre a fűzőszára, mivel már nincs továbbiakban szükségünk, néhány elkészült soron visszafele átvezetjük. Az átvezetés a következőképpen zajlik. Visszaszúrtam, ráhúzom a cérnát. Természetesen a csomó, ha keletkezik, akkor azt szétfejtjük. Áthúzzuk, és megpróbálunk a gyöngyök között egy vetülékszálat kiemelni, és arra egy dupla csomót tenni. És ezt a csomót is ráhúzzuk. Ezáltal megakadályozzuk, hogy ez a szál elmozduljon. De tovább vezetjük, és további csomókat teszünk rá. Fontos, hogy itt a gyöngy belsejébe haladjunk. 3-4 gyöngyszembe beszúrtam a tűt, kihúzom, rászorítok, és újból egy vetülékszálat kiemelek, alászúrok, és a keletkezett hurokba, itt a keletkezett hurokba kétszer beleszúrok, és ezáltal keletkezik egy csomó, amit ráhúzok. Tovább vezetem gyöngyök belsejébe. És újabb csomót teszek rá. Érdemes 4-5-ször elcsomózni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a munkánk nem bomlik ki, illetve hogy tartós, hosszú életű lesz, és sokáig szolgálja a gazdáját. Szorosan ráhúzzuk, és újra elvezetjük. Ha a száleldolgozás megtörtént, formára igazítjuk, és ezt a szálat le tudjuk már vágni. Itt ezt a részét befejeztük a munkának. Átfordítjuk a darabot, és a korábbiakban itt hagyott másik 2 méteres darabot befűzzük a cérnába, és ugyanezt a mintát rávetítjük erre a részre, ráfűzzük. Ekkor már nem kell használni a mintavezetőt, hiszen tudjuk számolni a sorokat innen az elkészült karkötőről, vagyis mintadarabról. Átvezetjük a középső soron a cérnát, és így akkor balról jobbra tudunk haladni a munkánkkal. Ha a száleldolgozás megtörtént, formára igazítjuk, és ezt a szálat le tudjuk már vágni. Tehát nem bomlik ki. Ezt a szálat egy egyszerű mozdulattal elvágjuk. A karkötőnk elkészült, a gyöngyfűzéses része.
ezt a darabot, most már csak a záródását, vagyis magát a szálakat kell összedolgoznunk. A következő lépés, hogy középre igazítjuk ezt a darabot, így átfordítjuk magát a doboztetőt, és egy egyszerű mozdulattal, itt körülbelül középen a felvető szálakat elvágjuk. Erre az eszközre már nincs is szükségünk a továbbiakban. A következő feladat elvégzéséhez, hogy ezt a két szálat össze tudjuk sodringolni, ehhez szükségünk lesz egy székre, amit én már ide bekészítettem. Erre a székre egy csipesz segítségével, akár háztartási csipeszt is használhatunk, egyszerű mozdulattal rácsipeszeljük ide a széktámlára. Ezt a szál mennyiséget gondosan két részre választottuk, tehát mivel 18 felvető szálunk volt, akkor a jobb oldali, illetve a bal oldali részen is 9-9 szál van. Meg is számolhatjuk, leellenőrizhetjük magunkat. 2, 4, 6, 8 és 9. Másik oldalt is megszámolhatjuk, de ott is biztosan annyi van. A következőkben pedig mind a két szál véget jobb oldalra tekerem, és bal oldalra meg átteszem. Ezáltal kialakul egy ilyen kis keresztezés, újra átteszem, és ezt addig ismétlem, amíg a sor végéig érünk. Egy ilyen szép csavart vége lesz a karkötőnknek, amit könnyedén össze tudunk majd kötni. Ezek a hímző fonalak szépen egymáshoz tapadnak, ugye ez pamut szál, könnyen lehet sodringolni, tehát mindkét kezemet jobbra pödröm, és átteszem balra a felsőt, a jobb oldalit. Ha elérünk a megfelelő hosszúságig, akkor a maradék szálakat egy gyöngyfűző cérna segítségével összekötjük. Ilyenkor kérhetünk egy családtagtól segítséget, hogy valaki segítsen megfogni a cérna végeket. Én most itt megpróbálom egyedül megmutatni, hogy hogyan lehet saját magunk is ezt megoldani. Tehát itt a vége, szorosan megfogom, elveszek egy maradék gyöngyfűző cérnát, rátekerem egyszer, kétszer, háromszor, és most szorosan egy csomót készítek. Két ujjammal, harmadik, negyedikkel megfogtam, és itt elkészül a csomó. Ezt a csomót szorosan ráhúzom. Egy csomó nem elég, teszek egy újabb csomót, és újra áttekerem a cérnát párszor, egy, kettő és három, és újra összecsomózom. Ráteszek még néhány csomót. Egy. Ezek után, miután jó szorosan ráhúztuk, biztonsággal elvághatom a cérnát. Nem túl közel a csomóhoz, azért hagyunk ott körülbelül 2-3 mm-nyit, és a maradék szálakat is egyenesre igazítjuk itt a végénél, hogy ilyen pici bojt maradjon a végén. Körülbelül fél centinél vágjuk le. Ezzel a karkötőnk egyik oldala elkészült. Ez a szál alkalmas arra, hogy több alkalommal össze tudjuk csomózni, és a karkötőnk hordhatóvá váljon. Következő feladat, megfordítjuk magát a munkadarabot, és újra visszacsipeszeljük. A következőkben a második szálat is, vagy a másik végét is eldolgozzuk, összecsavarintjuk. Levesszük a munkadarabot, és ha jól dolgoztunk, akkor hasonló darabot készíthettünk mindnyájan.